Azt is tudjuk, ami tovább bonyolítja a szöveg interpretációját, hogy Eckhart Tibor élete végéig az amerikai katonai titkosszolgálattal valamifajta kapcsolatban állt. Éppen ezért még a 70-es évek elején is nagyon óvatosan kell fogalmazni a bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Többek között szerintem ezért sem fogalmaz egyértelműen arról, hogy vajon kapott-e ő Bottitól, illetve Trekking miniszterelnöktől kifejezett megbízást arra, hogy ő azért menjen ki Amerikába, hogy ne adj Isten valamikor egy emigráns kormányt hozzon létre. Azt azonban ő is elismeri, és a levéltári források is alátámasztják ezt, hogy a választás egyrészt azért esett rá, mert nagyon jó amerikai kapcsolatokkal rendelkezett, ő a 30-as évek elejétől kezdődően több alkalommal jár az Egyesült Államokban, előadó körutakat szerveznek a számára, nagyon jó kapcsolatot ápol az akkor egyébként markánsan konzervatív beállítottságú amerikai magyarsággal, és amerikai bizonyos kormánykörökkel is kezd egyre szorosabb viszonyba kerülni. Ezért esik rá a választás valószínűleg, hogy arról nem is beszélve, hogy ugye ő a 30-as évek derekától kezdődően a magyar parlamenti ellenzék legerősebb pártjának a vezetője, tehát kvázi lehet azt mondani, hogy a parlamenti ellenzék vezére, aki komoly diplomáciai tapasztalatot tesz szert az 1930-as években, hiszen 1934-től kezdődően ugye ő Magyarország főmegbízottja Genfben, a Népszövetségnél, és pont 1934-ben van az a híres, hírhet eljárás Magyarországgal szemben a mászei merélet kapcsán. Tehát neki elég kiterjedt a nemzetközi diplomáciai kapcsolatrendszere is, ezért gondolják talán Budapesten úgy, hogy érdemes őt kiküldeni, és ő nagyon hamar az Egyesült Államokba beleütközik a cseh emigráció, és ezen belül is Benes aknamunkájába, ellenlépéseibe, és talán kettejük apropóján lehet beszélni a két eltérő Közép-Európa koncepcióról.